Egyrészt engedjék meg, hogy a Kecskemétre érkezőket köszöntsem először. Különös büszkeséggel tölt el az bennünket, hogy így most már második alkalommal is köszönhetem itt önöket én személyesen és városunkba, és sikerül megszervezni egy országos szakmai találkozót ismételten nagy létszámmal, nagy érdeklődési körrel és egy kiegészítő szűrő program szolgáltatással is, amit nem csak az ide érkezőknek, hanem az itt élőknek is rendelkezésre áll. És hát különös köszönettel tartozom én is, engedjék meg, a gyógyszertári munkatársaknak, kollégáknak is, hiszen tényleg a Covid időszak alatt azt gondolom, hogy nagyon egységesen, nagyon szigorúan és nagyon minden szabályt betartva tényleg a lakosság szolgálatában álltak folyamatosan, és a szakmaiságukkal és az önfeláldozásukkal segítették azt a folyamatot, hogy minél hamarabb túlendüljünk ezen az időszakon. Nem volt egy egyszerű folyamat. Ebben köszönöm szépen az együttműködésüket, mert hát ugye sokszor olyan rendelkezéseket kellett hozni, ami nem tartozott a kellemes döntések közé, de tisztelettel köszönöm ebben az együttműködést. És hát Kecskemét, ugye miről vagyunk mi híresek, az utóbbi tizen pár évben mindig kiugró teljesítménnyel rendelkezünk. Hirtelen egy mezővárosból ipari várossá lettünk, hirtelen lett egy egyetemünk, hirtelen van egy hihetetlen jó orvosi ellátásunk is. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk a megyei kórházunkra is, illetve az itt élő alapellátási szolgáltatásra is, beleértve a gyógyszertárak szolgáltatását is. És hát bízom benne, hogy az a szakmai nap, ami előttünk és önök előtt áll, az tovább segíti majd városunknak a munkáját, mind a szakmai fejlődését. És egyben szeretném felajánlani a szervezőknek, hogy mi azt gondolom, hogy legalábbis így országos összehasonlításban mi komolyan vettük az egészségfejlesztési irodának a megalapítását, és az egészségfejlesztési irodát tartalommal töltjük meg folyamatosan, és ebbe szeretném felajánlani az együttműködő segítségünket, hiszen a prevencióban, a tájékoztatási dolgokban és a szükséges szakmai dolgokban, ami a lakosságot igényli, ebben az egészségfejlesztési iroda egy hídként tud szerepelni. Úgyhogy, és őket üzemeltetjük, működtetjük nagyon komoly szakmai tartalommal, ebben szeretném az együttműködésünket felajánlani. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a mai napot, a mai lehetőséget, az együttgondolkodást, a jókedvet, a mosolyokat, mert mindenki arcán mosolyt látok, ezt különösen köszönöm ezen a szép napon, szép napot és kellemes időtöltést kívánok itt a városunkban. Köszönöm szépen!